Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, megszavazták a város idei költségvetését. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, Karcagi Nagy Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselő, a 6-számú választókörzet képviselője, aki már 4. ciklusban önkormányzati képviselő, az önkormányzat képviselő testületében pedig a pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság elnökségi tisztségét tölti be. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedvi csókom, én is szeretettel köszöntöm önt is és a kedves nézőket is. Február 15-én a testületi ülésen elfogadták a város idei költségvetését. Mit jelent ez? Véget ért az átmeneti gazdálkodás a városban? Véget ért az átmeneti gazdálkodás, ami egyébként arról szól, hogy 2015 nyarán már a országos költségvetés megszületett és kihirdetésre is került, viszont a várost érintő normatíváknak a megjelenése, illetve a biztossá válása az az év elején derül ki, tehát azért tudjuk mi majd csak az év, a kettő időpont között, ugye amikor letelik az előző költségvetésnek a határideje, meg az új még meg nem születik, addig a képviselőtestület megfelhatalmazza, megbízza a polgármestert, hogy a bevétel és kiadási dolgok tekintetében intézkedni tudjon. Hanyadik alkalommal tárgyalták a 2016-os költségvetést? Pontosabban hány alkalommal tárgyaltuk, mert a bizottság 4 alkalommal szánt rá időt, és alkalmat, hiszen nagyon sok kiadási és bevételi dologból áll össze a költségvetés, és ezeknek a helyzetbe hozása, ezeknek a megtárgyalása bizony-bizony sok időt vesz igénybe, meg sok érvet, sok érdekeket kell figyelembe vennünk. Milyen adatokkal kezdődött a tervezés? Egyáltalán hogyan képzeljük ezt el? Kik vettek részt például az előkészítő munkákban? Mi volt ennek a folyamata, hogyan zajlott? Hát igen, a tervezése egy nagyon nagy, komoly virtuális hiánnyal kezdődött. Ilyenkor még ugye egy optimális bevétel-kiadási oldalt próbál fölvázolni a hivatal. Mindent figyelembe vesz, ami sorra kerülhetne a költségvetés végrehajtás során. Viszont ezzel kell nekünk a bizottságban dolgozni a résztvevőkkel, hogy a bevételi és kiadási oldalt egyensúlyba hozzuk, hogy a költségvetés működni tudjon. Hogy kik vettek részt a bizottság tagjain kívül, hát természetesen ugye teljes létszámmal a bizottság, de állandóan ott van és segíti munkánkat Gyurcsek János alpolgármester úr, Kovács Szilvia alpolgármester asszony is részt vett most ezen a folyamatos tárgyaláson. Pánti Ildikó képviselőnő mindig megtiszteli bizottságunkat a költségvetés tárgyalásánál, de dr. Kanász Nagy László és Szepesi Tibor képviselő urak is jelen voltak a bizottsági ülésen. Természetesen Dobos László polgármester úr, valamint a polgármesteri hivatal költségvetési csoportjának vezetője, Szabóné Bóka Réka és munkatársai oroszlán részt vállaltak a feladatban. Voltak-e nagy viták ezeken az üléseken? Ajaj! Még végül egyensúlyra tudták hozni a költségvetést? Voltak, természetesen, hát nyilván ugye az ellenzék részéről hangzottak el bizonyos kritikák, de építő jellegű kritikák is szerepeltek az ő előadásukban is.
De mondhatom, hogy a bizottság tagjai, egyéb tagjai között is voltak különböző meggyőzések, hogy ez így jobb lenne, ez erre mégiscsak hagyjunk annyi összeget, mint amennyi be van tervezve, de összességében hát szépen kialakult az egyensúly. Beszéljünk akkor most a költségvetés bevételi oldaláról. Változnak-e például a lakosság terhei? Nem változnak a lakosság terhei, és ezt azzal tudom igazolni, hogy adóemelést nem tervez az önkormányzat. Tehát új adók bevezetésére lenne lehetőség, de ezzel nem, ezt nem tervezzük, és a jelenlegi adóknak a mértékét sem kívánjuk emelni. Érdekes módon a bizottság ülésen a Jobbik párt részéről elhangzott a bevételi oldalnak a növelésére történő igény vagy javaslat. Na most, mivel semmilyen olyan bevételt üzleti tevékenységből, vagy új iparűzési adó bevételből nem tudott felmutatni, akkor nem értettem, hogy a lakossági terhet, az adókat akarta volna emelni ahhoz, hogy több legyen az önkormányzat bevétele? Természetesen ezt a javaslatot nem fogadta el a bizottságunk. Tehát a lakosság terhei nem változnak. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjai hogyan alakulnak majd ebben az évben? Szintén ugyanezt tudom mondani, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a föld haszon bérletek díjai nem változnak a 2016-os évben. Az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások hogyan alakulhatnak? Na most ezeknek a színvonalának a fönntartása természetesen szintén pénzbe kerül, ebből is lehetne faragni, de nem tervezzük ennek a csökkentését, tehát az önkormányzati cégek által nyújtott szolgáltatások színvonala nem fog csökkenni, úgy a fürdő szolgáltatásait tekintve, vagy például említhetném a hulladék, a szemétszállításnak a kérdését. Az önkormányzati tulajdonú vagyonok értékesítéséről mit lehet az idei költségvetés tekintetében elmondani? Nagyon fontos, hogy a bevételi oldalon ezeket a vagyonértékesítési fejezeteket reális alapokra építsük, különben nem sok értelme lenne. Itt példának említhetném a piaci sarkán lévő jéggyár épületét, amire van érdeklődés az értékesítésére, illetve az önkormányzatnak Szolnok mellett ott a Szandaszőlős környékén Tenyő-szigeti részen telkei vannak, nagyszámú telek, ami szintén értékesíthető ingatlan, és van is rá érdeklődés. Vagy említhetném például a Laktanyának a területét, ahol még mindig vannak értékesítésre váró ingatlanok, így például az úgynevezett 8-as épület, aki esetleg itt a katonaságot ismeri, én mondjuk itt voltam katona, tehát azért tudom jól, annak a téli palota, ez volt a beceneve, szóval erre is van érdeklődés értékesítésre. Az önkormányzat adósságállományáról milyen információi vannak, esetleg terveznek-e, tervezünk-e hitelt felvenni? Nyugodt szívvel kijelenthetem, nincsen adósság az önkormányzatunknak, egy fillér tartozása sincsen. Hitelfelvétellel lehetne a költségvetést javítani, a bevételi oldalt növelni, az egyensúlyt még kedvezőbbé tenni, tehát több kiadást betervezni, de hitelfelvételről szó sem lehet, ebben önkormányzatunk nem gondolkodik. Beszéljünk most a közvilágításról, ugye a testületi ülésen is felvetődött a kérdés, hogy vannak problémák közvilágítás tekintetében a városban. Erre vannak-e terveik, megoldási javaslataik? Lesz-e korszerűsítés? Hát igen, az egész közvilágítási rendszert mindenképpen felül kell vizsgálnunk a jövőre. Sok panasz van arra, hogy ha jelzi is a lakosság, hogy valamelyik utcában, valamelyik ház előtt nem világít a közvilágítás, nem működik, akkor több idő telik el, mire kivonul a szolgáltató és megjavítja. Természetesen ezen is változtatni kell, és egy korszerűsítési megoldást is keresnünk kell, és ezek a bővítési igények ott majd meg tudnak jelenni.
és hát eddig nem volt rá pénz, meg lehetőség sem, de ezután reménykedünk benne, hogy ez már rendelkezésre áll. Az önkormányzat minden évben nagy figyelmet fordít utak karbantartására, javítására, parkolók létrehozására, kiszélesítésére, különböző kátyúzási munkálatokra. Milyen lehetőségeik lesznek erre az idén? Mi van tervbevéve? Parkolók, utak kátyúzása, belvízelvezető rendszerek karbantartása most nagyon aktuális, ugye most a mai napon, amikor fölvesszük a riportot, akkor már egy kicsit jobb idő van, de rengeteg eső lehullott az elmúlt időszakban, és sajnos a hétvégére még megint, vagy hétközepére megint úgy láttam az időjárás jelentésben, hogy megint ezt valószínűsítik a meteorológusok. Tehát belvízelvezetési rendszer karbantartása, fejlesztése, a hiányzó, illetve elhasználódott útalapoknak a tekintetében is történnek majd megoldások, és ami a legjobb, hogy a városgondosságnak lettek ezek a feladatok kiosztva, ahol a közmunkaprogrammal együtt ennek a megoldását megtalálhatjuk. A városban befejeződtek a tavalyi évben különböző beruházások, információink vannak arról, hogy indulni fognak újabb beruházások. Mi az, amit e tekintetben meg tud velünk osztani? Igen, hát ez is volt egy olyan kritika, hogy nem lesznek városi beruházások, nem fognak elkészülni, ugye az ellenzék részéről, a Jobbik részéről ez is elhangzott, hogy a tavalyi költségvetés tarthatatlan, nem lesz majd a beruházásoknak folytatása, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha csak a tavalyi évre visszagondolunk, ugye a Városházának a gyönyörű szép felújítása, ablakcsere, lift, díszudvar, déli oldalnak a vakolása, a Városháza előtti tér, aminek egy gyönyörű avató ünnepségén részt vehettünk, de említhetném a Kutenúti óvodát, a külső szociális otthont, és hát talán biztos, hogy többet is tudnék mondani, de a leglényegesebbeket próbáltam kiemelni. És a jelenleg már elkezdett beruházásokat folytatni és befejezni kell. Költségvetésről mit lehet elmondani? Biztosítják-e a kötelező feladatokat? És ugye volt egy év, amikor a válság elért minket is, az országot és a várost is, és akkor ugye álláshelyeket kellett megszüntetni. Az idén várható-e hasonló intézkedés? Szeretném leszögezni, hogy álláshelyek nem szűnnek meg. Az intézményi rendszer működését és a kötelező feladatok ellátását biztosítja ez a költségvetés, amit sikerült összeállítanunk. A szünidőben iskola rendszeren kívül gyermekétkeztetés lehet látni a tévében, olvasni lehet az újságokban, illetve különböző hírportálokon, hogy sok város biztosítja a gyermekeknek a szünidei étkeztetést. A városnak milyen tervei vannak e tekintetben? Mi is biztosítjuk, természetesen, megvan rá a lehetőség. És azt is szeretném itt elmondani, hogy ha jól tudom, akkor három helyen lesz lehetőség a szünidei étkeztetésre, az intézményrendszeren kívüli szünidei étkeztetésre, a gyermekek részére, a Szent Pál Marista iskola konyhájáról, illetve a Essen konyhájáról, és az Euró Kft.-nek a Széchenyi Sugár úti ingatlanjából lehet ezt elvinni szünidőben. A városban nagyon sok gyermek, fiatal, illetve felnőtt sportol, őket a KSE különböző szakosztályaiban versenyeztetik, sportoltatják. A költségvetésnek van-e arra lehetősége, hogy támogassa a Karcagi Sportegyesületet az idén? Van lehetőség. Itt is hangzott el olyan javaslat, hogy valamennyivel ezt a támogatást csökkentenünk kell a elég nehéz helyzet miatt. De mégis a bizottság tagjaiban felülkerekedett az a vélemény, hogy pontosan a sporttól, pontosan a gyerekektől, meg ehhez tartozó sportoló társadalomtól elvenni pénzt, az nem lenne szerencsés. Így aztán a tavalyi támogatással egyszintű 5 millió forintos támogatás benne van a költségvetésben. Egy javaslatra tárgyaltak arról a testületi ülésen, hogy fiatal orvosokat Karcagra próbáljanak csalogatni, illetve az itteni végzett orvosokat arra rábírni, hogy itt Karcagon dolgozzanak. Mit lehet erről tudnunk?
Szeretném elmondani, hogy a önkormányzatban és a bizottságon belül is működik a demokrácia, én ezt tudom mondani, hiszen Jobbik részéről érkezett egy ilyen javaslat, amit az önkormányzatunk befogadott. Támogattuk ezt az elképzelést, és a költségvetés kiadásai között a 116-os sorban, hogyha megnézzük, orvosi ösztöndíj rendszerre alap képzése szerepel, egy 3 millió forintos tétel. Na most, amikor az ellenzék, a Jobbik párt, Jobbik Magyarországért mozgalom, ha jól tudom, ez a pontos nevük, nem szavazzák meg a költségvetést, amiben a saját javaslatuk benne van, és ezt mi elfogadtuk, ezt mi támogatjuk, akkor már nem tudok mit mondani, ugyanis nem szavazták meg a költségvetést, így ez sem, de természetesen a költségvetés elfogadásra került ezzel a tétellel együtt. Képeztek-e tartalékot az idei évi költségvetésben, milyen összegben, és ezt mire lehet majd felhasználni? Hogyne, természetesen képeztünk, a tartalékkeret 50 millió forinttal van beállítva, és nagyon fontos megemlítenem itt, hogy az intézményi tartalékok is be vannak állítva, a költségvetéseik szintjén mintegy 10%-os mértékben. Szociális támogatási rendszerről milyen információi vannak, változik-e valami? A szociális rendszernek az átalakítása az lehetséges, de a támogatási keretösszeg nem fog csökkenni. A legfontosabb, és ezt polgármester úr is elmondta a tavalyi évvégi interjúnk alkalmával, a munkahelyteremtés az első és legfontosabb feladata a városnak. Hogyan, milyen keretek között valósulhat ez meg? Nagyon fontos a munkahelyteremtés, viszont nagyon nehéz feladat. Rengeteget köszönhetünk a városunkból elszármazott országos vezetőinknek, dr. Fazekas Sándor és Varga Mihály miniszter uraknak, Kovács Sándor közgyűlési elnök úrnak, hiszen az ipari park folyamatosan fejlődik, jelenleg 3 üzem foglalkoztat, ha jól tudom, több száz főről beszélhetünk, de további tárgyalások is folynak, úgyhogy további munkahely bővítés várható, munkahelyteremtés. Költségvetés tekintetében ugye minden évben az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a főbb nagy volumenű rendezvények meg legyenek tartva a városba. Idén várható-e valamiféle változás? Esetleg vesznek-e ki rendezvényt a repertoárból? Mit lehet erről tudnunk, vagy támogatnak minden nagy rendezvényt? Takarékos lesz a költségvetés végrehajtása, de a rendezvényeknek a során nem kívánunk változtatni. Természetesen ezek is takarékosabban, úgy hasonlóképpen, mint a tavalyi évben. Reméljük, hogy a tervünk szerint nagyon szépen fognak sikerülni, úgy, mint ahogy eddig is. Milyen a költségvetés főszege, milyen összeggel dolgoznak, illetve hogyha egy mondatban kellene jellemezni az idei költségvetést, akkor mit mondana róla? 2 milliárd 860 millió 891 ezer forint. Ez a költségvetési bevétel kiadási főösszeg, ami egyensúlyba került, és hát ezekben benne van a pályázati önerő, szerepel benne, úgy, ahogy az előbb említettük, ugye tartalékot is képeztünk, úgyhogy a városi fejlesztések közül, amit már elmondtam, azon kívül még elmondanám az ivóvíz minőségjavító program, az a projekt is lefutott, illetve több intézmény tetejére napelemes rendszer került, így a költségvetés ezeket a korszerűsítéseket is tudja biztosítani a továbbiakban is. Természetesen nagyon takarékos munkát várunk el, de a költségvetés végrehajtása lehetséges, viszont nagyon nehéz feladat lesz, állunk elébe. És hát ha a riport végén lehetne még kitérni arra, hogy ha nézzük a médiát, akkor láthatjuk, hogy ismét elindult a menekültek áradata országunk irányába. És arra kérek minden kedves televízió nézőt, hogy aki még nem írta alá a kötelező betelepítési kvóta elleni aláírás gyűjtésbe a Fidesz részéről az aláírási ívet, tart még az aláírás gyűjtés, írja alá. Hiszen ha belegondolunk, hogy miket várhatunk el ezektől az emberektől, akik nem a mi kultúránkból érkeznek, és látjuk, hogy külföldön, nyugaton, Észak-Európa, Nyugat-Európa különböző országaiban, hogy miket követnek el,
ez egy rémítő jelenség lehet, úgyhogy érdeklődjenek akár a Fidesz irodájában, vagy a képviselők fogadoló óráin is van lehetőség arra, hogy további aláírásokat gyűjtsünk a migránsok kötelező betelepítési kvótája ellen. Erről azonban el lehet azt is mondani, hogy Karcag város önkormányzatának képviselő testülete egyhangulag kiállt egy testületi ülésen a betelepítési kvóta ellen. Igen, meg is szavaztuk, szintén ugyanarról van szó, amit az előbb elmondtam. Isten őriz, hogy itt a város főterén, meg a szép felújított részeken itt migránsok üldögéljenek, meg fetrengjenek, meg na hát más nem akarok csúnyákat mondani, hogy miket csináljanak. Köszönöm szépen, képviselő, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Jó munkát kívánunk a költségvetés teljesítéséhez, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. A képviselőtestület február 15-én közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén 3 nyílt és 1 zárt napi rendet tárgyalt. Az ülés előtt 1 perces némafelállással emlékeztek Szabó Sándor korábbi MSZP-s önkormányzati képviselőre, aki aznap hunyt el. A képviselők ezután az idei költségvetésről tárgyaltak. Dobos László polgármester a napirend kapcsán elmondta, az önkormányzat intézményeinek nagyon oda kell figyelnie az éves gazdálkodásukra. A városvezetés idén is szeretné folytatni az intézményi felújításokat, a kátyúzást, és teljesít minden kötelező állami feladatot. A fejlesztésekhez keresik a pályázati forrásokat. Az intézményvezetőket és takarékos, okos gazdálkodás betartására kérte. Karcagi Nagy Zoltán a pénzügyi bizottság állásfoglalását ismertette, miszerint egy igen takarékos, átgondolt költségvetésről van szó. Az összeállításánál fő szempont volt, hogy a város működő képessége hitelfelvétele nélkül legyen biztosított, és az önkormányzat a lakosságra nem akar plusz terheket róni. Nem tervezik új adók bevezetését, a meglévők emelését, enélkül kell egyensúlyban tartani a város költségvetését, hangsúlyozta. A képviselők 9 igen és 1 nem szavazattal fogadták el a rendeletet. A következő napirend keretében Karcag egyik legveszélyesebb csomópontjáról, a postai kereszteződésről volt szó. Az elmúlt időszakban is több súlyos baleset történt itt, mely elsősorban a 4-es számú főútról, a Püspökladányi úton a kereszteződéshez érkezők figyelmetlensége miatt. A város vezetése évek óta szeretne ide egy jelzőlámpás kereszteződést, most úgy tűnik, hogy ez megvalósulhat. A postánál lévő baleset veszélyes kereszteződéssel Dobos László polgármester több alkalommal is egyeztetett az út fenntartójával, a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. Mivel a jelzőlámpás kereszteződés kiépítésére tavaly nem volt lehetőség, ősszel a cég a város vezetésének kérésére újabb biztonságtechnikai eszközöket helyezett ki ide. A városvezetéssel történt többszöri egyeztetés eredményeképp a Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatóját tárgyalták hétfőn a képviselők. Ebből kiderült, hogy az elmúlt időszakban nagymértékben megnőtt a balesetek megszüntetése érdekében történt egyeztetéseken felvetették a csomópont átépítésének a szükségességét. A fejlesztésre állami forrás keretein belül jelenleg rendelkezésre áll a csomópont kialakítására bruttó 26 millió forint. A csomópont átépítésére a korábbi engedélyezési tervek építési engedélye lejárt, azt újra kell tervezni. A négyágú csomópont Karcagváros központjában 2 országos mellékút és egy helyi közút kereszteződésében található. A képviselőtestület egyhangulag támogatta, hogy a baleset veszély mielőbbi megszüntetésére való tekintettel a Magyar Közút kivitelezésében történő csomópont átépítés valósuljon itt meg jelzőlámpás átépítéssel, de a forgalmi rend elsőbségi viszonyok megváltoztatása nélkül. A terv elkészülte után körülbelül 3 hónap alatt kivitelezhető. Ezt a fejlesztést teljes körűen a Magyar Közút kezelni.
Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályán, dr. Szabó Mária főorvosnővel beszélgetünk, és mögöttünk nagyon sok-sok mindent látunk. Újabb adományt kaptak. Honnan érkezett ez az adomány? Körülbelül 10 nappal ezelőtt érkezett hozzánk ez a nagyszerű adomány. Tulajdonképpen szülők szervezkedtek, és mi ennek nagyon-nagyon örültünk. Jó 2 hónappal ezelőtt körülbelül az egyik ismert közösségi oldalon kezdték szervezni ezt az adománygyűjtést. Az élére a Szabó Cinege Jolán állt, akit régebb óta ismerünk, gyermekeit is így szülte nálunk, illetve a bababizományi boltnak a vezetője segítkezett még neki az összegyűjtésbe, de hát nagyon sok anyuka, nagymama tett felajánlást, és nem csak, hogy megtett a felajánlást, de el is hozta azt, amire ő úgy gondolta, hogy nekünk még szükségünk lehet, de neki már nincs igazán szüksége. Éppen ezért egy gyönyörű, szép, nagy és nagyon sok mindent magában ölelő adományt hoztak nekünk. Csak részletekben említeném meg, ami nagyon is jól jött nekünk. 2 babafürdetőkádat kaptunk, amit lehet látni, Iker babakocsit. Ez csodálatosan használható, mikor vizsgálatra szállítjuk a gyerekeket, biztonságos, sokkal egyszerűbb a betegszállítóknak is ebben eljuttatni a gyerekeket a megfelelő szakrendelésekre. Rengeteg textilpelenkát, ami nálunk bizony fogyóeszköz, de az újszülöttre is, újszülött részlegre is gondoltak. Kaptunk textilpelenkákat, rugdalózót, badikat, az osztálynak is pizsamát, papucsokat gyűjtöttek. Ugye tudni kell, hogy nálunk azért magas hőmérsékleten mosnak a fertőzések lehetősége miatt, illetve pont a fertőtlenítés miatt, illetve hiába kapunk ilyen baba ruhákat, az azért fogyóeszköz a rendszeres mosás, fertőtlenítés miatt, tehát igenis nagyon sokra van szükségünk. Nagyon örülünk neki, mert azért látható ez az osztályon is, vagy ha bejönnek és megtekintik a bent levő gyerkőcöket. Egyrészt ugye most már anyukák itt lehetnek a gyerekekkel, ők hoznak saját ruhát, gyönyörűek, szépek és csodálatosak. Más pedig, hogyha esetleg éppen úgy alakul, hogy nem tud bent lenni az anyuka vele, akkor is nap mint nap nagyon szép ruhákba tudjuk felöltöztetni a gyerekeket. Higgyék el, hogy a gyermek is jobban gyógyul, ha egy megfelelő, komfortos, szép helyen, szép öltözékben tudja a mindennapjait élni. Míg önre vártunk, hiszen lent volt a szakrendelésen, itt láttuk a gyerekeket, hogy különböző könyveket is nézegettek, rajzolgatnak, plusz állatkákat is kaptak, tehát azt gondolom, hogy ez is mind fontos ahhoz, hogy jól érezze magát itt a kis gyerkőc, amikor betegen ide bekerül. Én úgy gondolom, hogy aki nálunk itt tölt 3-4 napot, vagy egy hetet, attól függ, hogy milyen betegsége van, láthatja, hogy azért igyekszünk komfortossá tenni az osztályt. Épp reggel az egyik nagymamával néztem, hogy jött, fogta, melegítette a teját, kapcsolta a mikrót, másik anyuka megy, viszi a kádat, abba fürdeti a gyermekét, a harmadik anyuka, hogyha éppen látogatója van, beviszi a gyermekjárókát, bele tudja helyezni a gyermeket biztonságosan. Tehát én sok helyen jártam az országba, gyermekosztályokon, igen, mindenki igyekszik komfortosabbá tenni, de bizton állíthatom, hogy a mi osztályunkon mindez, ami csak elképzelhető, és majdnem, hogy otthonossá tehető, ez mind megtalálható, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen megint egy ilyen összefogás ezen a közösségi oldalon, és hiszen ahogy elmondottakból is kiderül, hogy ide mindig jöhetnek az adományok, hiszen nagy szükség van rá. Én sok-sok hasonló adományt kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönjük, és nagy örömmel fogadunk ilyen adományokat. Higgyék el, ha valakinek csak 2 rugdalózója van, és azt mondja, hogy hát inkább odaadnám, mert még tudja valaki használni. Azt szokták mondani, hogy a nagy vár és pici apró kövekből épül össze, úgyhogy mi szeretettel várjuk és megköszönjük. Köszönöm. Mi is köszönjük. Gáti Andrással beszélgetünk. Honnan hozták ezt az almát? Szabolcs megyéből származik, Fehérgyarmat mellől. Ott egészen már lent a határnál. És mit kell tudni, mekkora területen termelnek, és hány fajtát, mert ide most 2 fajtával érkeztek? Igen, hát olyan kb. 5 hektáron termelünk almát, most
lesznek új telepítések is, már ezek a legújabb fajták. Olyan 6 fajta almánk van, most ideredet és golden fajtát hoztunk, a többi már azért elfogyogatott lassan. Megjövő héten hozunk, mit is hozunk? Starkingot hozunk még, mert azt kérték a vásárlók. Akkor szerintem arra is sokan fognak jönni, hiszen azt azért sokan kedvelik. Egyébként mennyire örülnek, hiszen jönnek helybe, tehát itt többen elmondták a karcagiak közül is, hogy nagyon jó, hogy helybe hozzák. Ezt önök is jó ötletnek tartják? Igen, meg hát úgy látjuk a vásárlóktól is, hogy van rá igény, mert 8 órától 11 óráig folyamatosan sorát nem is bírtuk. De akkor azt gondolom, hogy az elismerés is a termelők részén, nem? Hogy megvásárolják az almájukat, hiszen keresik. Igen, hát persze, a fogyasztók nagyon elégedettek, úgy látjuk, meg mindenki dicséri folyamatosan. És az árat az hogy tudják így tartani, hiszen azért itt látjuk, hogy nagyobb láncoknál ennek a kétszeresét is ugyanezért az almáért elkérik. Hát közvetlen a termelőtől mindig olcsóbb vásárolni. Akkor reméljük, hogy jövő héten is sokan lesznek, és sokan fognak vásárolni, és akkor találkozunk még sokszor. Igen, egészen biztosan. Hajdú János néven beszélgetünk, ön is válogat az almák között. Jónak tartja ezt az akciót? Hát igen, természetesen, mert azért a marketingekben is, vagy pedig nem a piacon is valamivel drágább, de viszont szép egészséges almáknak látom, ami hát nem mindennapi dolog, hogy friss gyümölcsöt veszünk meg. Egyébként sok almát fogyasztanak? Hát az változó. Most a mandarin szezon, banán, meg ilyenek, hát nem mondom azt, hogy jellemző, de szeretjük, igen, kompótnak meg főképpen. És akkor ebből most nyersen fogják megenni, vagy valami készül, amit most válogat hát, majd? Az is, és igen, meg talán még lehet egy kis almás pite is, ami hát finomság, csemege, desszert. Akkor jó válogatást kívánunk! Köszönöm szépen! Kövesi Lajosnét is arról kérdezem, hogy jónak tartja ezt az akciót? Én igen, nagyon jónak tartom, nagyon, mert máshol drágábban tudom beszerezni, és nekem a kis nyugdíjamból nem mindegy, hogy milyen árba veszem az almát, és általában minden este megeszek egy almát. Kisunokám, ha kijön, azt szintén megkínálom vele, vagy pedig viszek neki, hogyha nem jön, kínálom. Itt most két fajtát, idaredet és goldent lehet venni, úgy látom az idaredet között válogat. De veszek a másikból, és ugyanilyen mennyiségű almát. És nekem ez elég lesz egyik hónapról másik hónapig. És esetleg süteménybe is, vagy inkább csak így esti igen, fogyasztás? Így, igen, igen, így. Így szeretem nagyon. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Ős Imre is úgy látom, hogy a golden alma között már válogatott. Jó ez az akció? Hát igen, szerintem jó, mert ez egy az, hogy magyar alma, termelőtől vesszük, és hát szóval inkább a kis termelőket támogassuk ezzel is. Tehát akkor önök is azt szeretik inkább, hogyha tudják, hogy honnan van, tehát az ellenőrzött a minőség? Igen, 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 természetesen. És mennyi almát fogyasztanak? Hát naponta egy almát megeszünk minden nap. Úgy néz ki. És van kedvenc? Most látom, hogy a Goldenből vásárol, de a másikból is fog, vagy mindegy, hogy milyen? Vegyesen szoktuk venni is, meg fogyasztani is. Meg hát a savanykásabbat azt inkább süteménybe vagy akármibe szoktuk tenni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. Szél Lászlónét kérdezem, most a golden alma között válogatott, az a kedvenc otthon? Igen, az unokám nagyon szereti. Éppen megyünk hétvégére, mert lányomnak névnapja lesz, és akkor viszünk neki, mert nagyon kell a vitamin, mandarin, banán, minden, de a banántól ez nagyon finomabb, mert ez szabolcsi alma, és az ára is nagyon kedvező, és nagyon szeretik. Nagyon szeretik. És egyébként mennyi almát fogyasztanak? Hát a napi fél kiló az megvan, vacsora után meg főleg tévénézés közben is, mert jobban szeretjük, mint a csokoládét nem szeretjük, csak a gyümölcsöket. És azt jónak tartja, hogy a termelő ide hozza helybe, tehát nem kell önnek menni, érte? Kérdező egyébként, mert a szomszéd faluból vagyunk itt, Kumadarasról, és akkor ott is jó lenne, ha lenne ilyen kedvezményes, mert sajnos valamikor 260-ért is veszük az almát, de akkor is csak a magyar alma, az magyar alma. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, további szép napot önöknek is! Köszöntöm Önöket, Ferenci Sándornéval beszélgetünk, hiszen a napokban tartotta a Karcagiepenyésztők Egyesülete az éves közgyűlését, ahol két nagyon szép serleggel gazdagodott ez a rengeteg gyűjtemény, ami itt mögöttünk van. Először is gratulálok ehhez a két új elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm.
És mi is ez az elismerés, miért kapta? Ez olyan elismerés, hogy ugye én kutyázok, munkakutyákkal foglalkozok, meg ugye bronzkoszorús mestertenyészetet is már elértük, mint ahogy már régebben is mondtam, és akkor ez most a munka része, ami nagyon érdekel. Hát munkakutyát levizsgáztattam BH-IPO munkavizsgákra, és akkor én eljárok így különböző városokban munkaversenyekre, és a pont alapján, most a karcagi szervezetben, közgyűlésen a két kutyám, két dobermanom nyerte az első és a második helyzetet. Ez anya-lánya kutya, én jól emlékszem? Igen, igen, anya-lánya kutya. Az anya 10 éves, tavaly volt 9 éves, és még tényleg versenyeken nagyon szépen dolgozik, mint ahogy már ugye tényleg fönt van mindenfele, és szóval még 10 évesen is dolgozik. Én azt gondolom, hogy azért sokan látták már önt bemutatózni, tényleg nagyon lelkesen és nagyon precízen csinálja, de hogyan lehet rávenni ezeket a kutyákat arra, hogy részt vegyenek ők is aktívan egy ilyen bemutatón? Mennyi gyakorlás van ebben? Hát van gyakorlása, hát úgy évek azért kellenek bele, mert azért azt tudja mindenki, hogy azért nem úgy van mai napról, na, egy-két nap. Hát szép takarosan ráveszem. Jutalomfalat, labda, levizsgáztatom, és úgy, hogy az a munka része visszatérve rá, én nagyon boldog vagyok, hogy azért ennyi idősen elindulok környező városokba, és ahol részt veszek a fiatalok közt, mindig meg vagyok. Szóval ki is emelnek, hogy ennyi évesen, és ilyen aktívan kutyázok, úgyhogy nagyon jól esik, és köszönöm szépen mindenkinek, aki szurkol és drukkol nekem. Én is gratulálok azért még egyszer, viszont beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent ez a szó, hogy munkakutya, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hiszen ez nem egy zsűri előtt zajló szépségverseny a kutyáknak, meg nem az izomzatát nézik, hanem sokkal fontosabb dolgokat. Mit is takar ez a munkakutya szó? Hát ez a munkakutya az, hogy én szépen sétálok vele az utcán, fogom a pórász vagy pórász nélkül, jön a láb mellett, ha leültetem, ott ül, ha lefektetem, ott ül, még nem adok neki vezényszót, hogy jöjjön, akkor addig az ott fekszik. És ugyanígy ez bárhova, ugye iskolákba járok, óvodákba járok, és szóval tényleg ez a kutya még ott kell feküdni, az ott fekszik. Tehát ez csak azért, hogy tegyük helyre a fogalmakat, ez nem egyenlő, amikor csibészelést csináltatnak, és, mert hogy az már egy teljesen más jellegű, olyan bemutatót is láttunk már, de akkor itt a munkakutyákra térjünk vissza. Most hány ilyen kutya van? Hát most nekem 3 ilyen kutyám van, mert van egy német juhászom is, ővel is voltam versenyen tavaly előtt, és akkor ő is ért el helyezést. És mi a cél, hiszen beszélgettünk már több alkalommal, itt a unokák benevelése elkezdődött már? Hát már igen, nevelem befele, már Mircsike fogja a pórászt, esténként szokta mondani, hogy szalad a kutya előtt, hogy fogd a csibészt. Úgyhogy igen, be fogom nevelni a kis unokákat is, úgy a kiállításra, mint erre a munka részére. És mi a szakmai következő kihívás? Tehát mire készül 2016-ban a bemutatókon túl? Ugyanígy megyek munkaversenyekre. Már május 15-én Szegvárra tervezem a menésemet, oda biztos, hogy megyek. Hát május 1-én Karcagon szeretnék szervezni egy munkakutya versenyt, amire ugye szeretettel várom a karcagi embereket. Hát akkor feladatok azok vannak bőven. Melyik a legkedvesebb kutya? Hát legkedvesebb kutya nekem csak a dobermanok. Nekem az a széve csücske, én azt imádom, én azt szeretem. És a Mircsike is ugye nagyon szereti a fiatalabb dobermanomat, a Gigit, ölelgeti, mint ahogy már tényleg bemutatókon is látszott, nagyon szereti a gyereket, úgyhogy szerintem a doberman. És mondjuk Mircsikének, gondolom, hogy egy-két év múlva már lesz saját kutyája, neki azért gondolom kicsi kutyával indulnak, tehát egy kisebb méretűvel, mi az, ami lesz neki először? Hát most a lányom egy erdei koppót esett bele, úgyhogy már meg is vettük a kis erdei koppót, magyar fajta, ugye magyarok vagyunk, és azért ebben képviseljük a karcagi embereket is, és akkor ő lesz a Mircsike kiskutyája, úgyhogy ebben az évben már én szeretném vele együtt a kiállításokat megkezdeni. Itt a végén azért beszéljünk egy mondatot egy másik serlegről is, ezt ugyan nem ön kapta, de a családban marad. Mi is ez a serleg? Hát ez a serleg a Andika lányom, ő is ugye a sárpelyekkel tenyésztett, el is érte belőle a bronzkoszorús mestertenyészetet, és most a tenyésztői cím 3. helyzetet ő is elérte Karcagi Egyesületbe. Hát akkor neki is gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük szépen mindenkinek.
Hát akkor feladat az van bőven a mamának, hogy mit kell végrehajtani. Én ehhez még egyszer gratulálok ez a két elismeréshez, és akkor reméljük, hogy sok alkalommal találkozunk még. Nagyon szépen köszönöm, igen. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Városháznál, hiszen hamarosan kezdődik a Nyugdíjas Barátok Karcag Egyesületének a taggyűlése. Ferenci Eleknével beszélgetünk. Mikor is alakult ez az egyesület? 2010. szeptemberében alakult egyesületünk, 30 fő alapítótaggal, azóta már 95 főre emelkedett a tag létszáma. Itt most látjuk is, hogy érkeznek többen, de én úgy látom, hogy azért több másik hasonló nyugdíjas szervezettel is kapcsolatban vannak. Igen, több nyugdíjas egyesülettel kapcsolatban vagyunk. Nagyon sok tagja van az egyesületünknek, olyan, aki több más városi egyesületben is tag, és így hát szinte testvér egyesületként vagyunk egymással. Itt látjuk, ahogy érkeznek a tagok, hiszen még előtte beszélgetünk a közgyűlésnek. Mindenki ismerősként üdvözl egymást, mindenki itt a eső ellenére is fontosnak tartotja, hogy eljöjjön. Mi lesz a napirend a mai közgyűlésem? A közgyűlés napirendi pontja az alapszabályunknak megfelelően az előző évi tevékenységünket értékeljük, elfogadtatjuk a mérleg és eredménykimutatást, megbeszéljük a következő évi költségvetést, a következő évi programokat, és azután az SMKFT-ben zenés vacsora, tánccal zárjuk a napot. Tehát megint bebizonyítják, hogy a nyugdíjasok is tudnak jól szórakozni, és ilyenkor azért mindenki egy picit elfelejt, hogy itt fáj, ott fáj. De egy picit beszéljünk arról, hogy merre jártak tavaly, voltak-e kirándulások, milyen programokat szerveztek? Igen, voltunk kirándulni kétszer a tavaly évben, egy belföldi, egyhetes úton voltunk, ami részben Erzsébet programos volt, azon kívül voltunk Szlovákiában, négy napos kiránduláson, szerveztünk operettszínházba voltunk látogatni, tehát műsort néztünk, és azon kívül nagyon sok kulturális rendezvényt szerveztünk, szabadba főztünk a Morgócsárdába, az SZNKFT-be több zenés táncos összejövetel tartottunk nyugdíjasaink részére. Igen, és hát aki követi a közösségi oldalon ezeket a bizonyos rendezvényeket, láthatta, hogy ott mindig nagyon jó hangulat van, mindenki ropja a táncot hajnalig. Én azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy összefogják a szép korúakat. Igen, hát ugye az egyesületünk célja az idős nyugdíjasok felkarolása, a társadalomba való beilleszkedés, elősegítése, és mindenki jól érzi magát, elbeszélgetünk, táncolunk, és hát erre szüksége van a nyugdíjasoknak, hogy legalább egy hónapban egyszer találkozunk, beszélgessünk, úgy gondolom. 2016-ban is lesznek kirándulások, hiszen azért elindult az Erzsébet program, gondolom, hogy nagyon sokan pályáznak erre is. Igen, tervezünk kirándulást, igényeltünk Erzsébet kártyát, bár nehezítve van az igénylés, ezt ugye mindenki tudja, tervezünk egynaposat is, és tervezünk négynaposat, az valószínű külföldi út lesz. És hát ilyenkor gondolom utána mindenki megbeszél az élményeit, tehát azért még sok-sok alkalommal visszatérnek ezekre a fotókat nézegetve. Igen, hát ugye élményekben gazdag szokott lenni általában, és akkor így visszaemlékszünk, hogy milyen jó is volt, mert arra gondolunk, hogy talán már jövőre nem is tudunk elmenni, ezt nem lehet tudni sohasem. Hát erre ne gondoljunk, arra, hogy idén is nagyon sok helyre és nagyon szép helyre el tudnak menni, és sok-sok közös főzés lesz. Ehhez jó erőt, egészséget kívánok Önnek is, és ennek a kis csapatnak, aki azért igazán szép létszámra felfejlődött 5 év alatt. Igen, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk Tiszagyendán, Kovács Szilviával, Karcagváros alpolgármesterével beszélgetünk, hiszen konyhakertek vannak itt is. Mi lesz a mai napom? A mai napon Jászlóskun-Szolnok megye eddig csatlakozott településeit és a tavalyi csatlakozott településeket várjuk szeretettel, hiszen értékeljük a 2015-ös évet, és meghirdetjük a 2016-os évet is. Egy tájékoztatót adunk minden érdeklődő számára, illetve a 2015-ös év jól dolgozó koordinátorainak, csatlakozott településeinek szeretnénk átadni az elismerő oklevelet egy csekély, szerény ajándékkal. És én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény egy jó alkalom arra, hogy ismerkedjünk egymással, együtt eltöltsünk egy kellemes délutánt, beszélgessünk, tervezzünk, és megalapozzuk a 2016-os év programját.
itt, ahogy érkeznek közben a polgármesterek, polgármesterasszonyok, mert mindenki rögtön jelzi, hogy igen, aláírunk. Tehát azt gondolom, hogy az idei verseny már javában zajlik a háttérben. Így van, zajlik a verseny, és nagyon sok településsel, akik bejelentkeztek, illetve akik nem jelentkeztek be, de megteszik tiszteletüket és jelzik felénk, együttműködési megállapodást fogunk ünnepélyes kereteken belül aláírni. És ez egy jó alkalom arra is, hogy a fölmerülő első kérdéseket gyorsan meg is beszéljük, tisztázok, és úgymond útjára indítsuk a településeket a 2016-os programra. Nem lehet azért elég szer beszélni arról, hogy mi lesz az idei év, hiszen minden évben van valami meglepetés, van valami újítás. Mi lesz az idei évnek a meglepetése, vagy plusz dolga a tavalyihoz képest? Az idei év fő szlogenje több generációs kert, tehát nagyon szeretném, hogyha ennek jegyében, ennek a külön plusz adaléknak a jegyében a legkisebbek is kijönnének a kertbe, és művelnék a nagyszülőkkel, dédszülőkkel a kertet, és eltanulnák ezzel a mozzanattal a kertművelés minden csínyát, bínyát. Így aztán nem kell majd később a nulláról kezdeni, akár felnőtt korban a kertművelést. Reméljük azért, hogy az idei év időjárás egy kicsit kegyesebb lesz, ha bár most azért az elmúlt hetekben rengeteg eső esett, de hát azért még lehet készülni a tavaszra. Lesz-e valami olyan plusz dolog, amit esetleg kérnek a kertesektől, hiszen sokszor beszéltünk már az esővízgyűjtés fontosságáról, a biomódszerekről, ezt is gondolom, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik. Így van, az elvárások és a kritériumok semmit nem változtak, a több generációs kert lesz az előny, tehát az előny fog mindenképpen élvezni, hogyha valaki az unokáját, dédunokáját bevonja a kertművelésbe, és a többi szempont az marad. Egyébként visszatérve az időjárás viszontagságára, szinte minden évet ilyen nehézséggel indítunk, és nekem az a tapasztalatom, hogyha nehezen indul egy év, nagy havazás, késői tél, sok eső, sok csapadék, akkor mindig egy olyan jó évet zárunk, és én bízom abban, hogy ezt idén is elmondhatjuk majd magunkról. Reméljük így lesz, és én azt kívánom, hogy akkor a 150-200-300 település csatlakozon, és a kertesek száma pedig akkor a 3000 körül legyen. Így van, és ezt kívánom magunknak, illetve azt, hogy minden településen gyönyörű csodakertek szülessenek, és minél többen mutassák meg a konyhakertjüket, és minél többen tudják közkincsévé tenni azt, amiben dolgoznak, ami az életük. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket a Csokonai Könyvtár gyermekkönyvtárában, Szabó Péterné gyermekkönyvtárossal beszélgetünk itt a szép környezetben. Egy nagyon szép pályázat zárult most le. Mi is volt ez pontosan? Nem az első év, hogy internetes pályázatot hirdetünk. Szerencsére most van alkalmunk ajándékokat, értékes könyvjutalmakat is kiosztani a nyertesek között. És hát nem kisebb irodalmi alakra emlékezünk, mint Rideg Sándorra, aki az Indul a Bakterház című könyvet írta, ami a gyerekek között mai napig is klasszikus. De szerintem a fiatal felnőttek is biztosan tudják, hogy ki az a patás, és hogy ki az a regős bendegúz. Azt hiszem, hogy most így sokan így végigpörgették gyorsan a filmet a szemük előtt. Az a pályázat, ez internetes pályázat volt, úgy tudom, hogy levelező formában kellett a gyerekeknek válaszolni Rideg Sándorral kapcsolatos kérdésekre. Igyekszünk kihasználni ezt az adottságunkat is, és valóban most internetes pályázatot hirdettünk, ami nagy sikere, hogy nem kell személyesen bejönni, hanem tényleg otthonról, és akár hétvégén, vagy akár amikor az ember internetezik, gyerekek sajnos nagyon sokszor még 10 órakor is, de így aztán több pályázatot sikerül beérkeztetnünk. Hányan pályáztak, és úgy tudom, hogy megvolt a sorsolás is. Egy hétig lehetett csak pályázni, és nagyon régen hirdettünk ilyen típusú pályázatot, úgyhogy most ez egy kicsit visszaszoktatást szeretne lenni, hiszen ezt a lehetőséget és ezt az adottságot szeretnénk kihasználni, és ebben az évben több ilyen jellegű pályázatot hirdetni. Ez most az első volt, és mint mondom, egy hétig volt fönt az interneten, így is 60 körül volt a pályázók létszáma, és a helyes kitöltők között kellett kisorsolnunk azokat a könyvjutalmakat, amelyeket majd szeretnénk átadni a helyesen kitöltő olvasóknak. Úgy tudom, hogy értesíteni fognak mindenkit, de azért egy picit csigázzuk a kedélyeket, mondjuk el, hogy kik a nyertesek. 3 nyertes sikerült kisorsolnunk, Sipos Mihályt, Luca Anettet
és Balog Attillát. Őket valóban e-mailben is értesíteni fogjuk, és személyesen vehetik át itt a könyvjutalmakat. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm! Kedves nézőink, rendőrségi híreink következnek. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt B. Roland kunmadarasi lakos ellen. A 19 éves fiatalember február 14-én 17 óra és február 15-én 6 óra között bejutott egy kunmadarasi ingatlan udvarára, ahonnan eltulajdonított egy lócát, több mázsat, tűzifát és deszkát. A rendőrök az adatgyűjtést követően azonosították, a kunmadarasi rendőrösre előállították és gyanúsítottként kihallgatták a jogsértőt. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt két kenderesi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a 20 éves és a 21 éves férfi február 16-án 18 óra és február 17-én 18 óra 30 perc közötti időben a kerítésen átmászva bejutott egy kenderesi vállalkozás telephelyére, ahonnan faoszlopokat és tűzifát tulajdonított el. A sértett február 19-én tett bejelentést a rendőrségre. A járőrök az adatgyűjtést követően azonosították a jogsértőket, akiket otthonukban elfogtak, és a kisújszállási rendőrösre előállítottak. A nyomozók a két kenderesi férfit gyanúsítottként kihallgatták, a terheltek a bűncselekmény elkövetését beismerték. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt két fiatalkorú fiú ellen. A kisújszállási lakosok február 21-én a délelőtti órákban az egyik kisújszállási lakásotthonban meglopták szobatársukat. A 16 éves és a 17 éves gyermekek ruhaneműket, egy utazótáskát és egy hajnyírógépet tulajdonítottak el a sértett nyitott szekrényéből. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították a jogsértőket, akiknél megtalálták az ellopott tárgyak egy részét, a nyomozók a fiúkat gyanúsítottként kihallgatták. Kedves nézőink, a napokban tartotta a karcagi rendőrkapitányság évértékelő értekezletét. A témával kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Teleki Zoltán karcagváros rendőrkapitánya. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Teleki Zoltán rendőr alezredes, karcagváros rendőrkapitánya, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Február 15-én tartotta a karcagi rendőrkapitányság évértékelő értekezletét a karcagi városházán. Kapitány úr, meséljen nekünk erről a rendezvényről, kik voltak jelen, miről szólt ez a fórum? A rendőrség minden évben megtartja az évértékelő beszámolóját. Megyei rendőrfőkapitány úr által kitűzött időpontban a teljes rendőrkapitányság állománya, a társszervek vezetői, illetve a településeink polgármesterei, a járási hivatalok vezetői voltak jelen. Az előjáró dr. Urbán Zoltán rendőrezredes rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány úr volt, illetve dr. Varga Koritár Attila rendőr alezredes bűnügyi főkapitány helyettes úr érkezett még előjáróként, és nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta a meghívásunkat a karcagi járásbíróság elnöke és a karcagi járási ügyészség vezetője is, akik jelen voltak az évértékelőn. Hogyan szokott zajlani ez az évértékelő? Ugye ez nem egy nyilvános rendezvény, mi az, amit elmondhat róla? Itt ön tartja meg a beszámolóját, megvitatják ezt, vagy hogyan kell elképzelnünk? A rendőrkapitány számol be a rendőrkapitányság előző évben végzett munkájáról, és ezt a főkapitány úr vagy jóvá hagyja, vagy nem hagyja jóvá, és természetesen a beszámolót követően az évi vagy a következő évre kitűzött feladatokat is el kell mondani, és ezt követően pedig az előjáró értékeli a beszámolót. Számoljon most be nekünk is, illetve a kedves televízió nézőknek is a 2015-ös évről, hogyan indult a 2015-ös esztendő, milyen célokat határoztak meg?
A 2015-ös esztendő indulása olyan könnyebbnek tűnt a korábbi évekhez képest, bár akkor még előre nem láttuk, hogy július 1-én egy olyan illetékességi terület változása fog bekövetkezni, ami által a karcagi rendőrkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb illetékességi területtel rendelkező rendőrkapitányságává fog válni. Ez július 1-én megtörtént. A kitűzött feladataink között természetesen a legelső az Magyarország külső határának és belső biztonságának védelme volt. Mindenki tudja, hogy az előző évben az illegális migráció milyen terhet rótt Magyarországra. Kiemelt célkitűzésünk volt a KNB szolgálat erősítése, a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének további javítása, az együttműködő, segítő, támogató jellegű rendészeti tevékenység, illetve a rendőrségnél az életpálya bevezetésével kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtása. Ez ugye itt átszervezésekkel is járt Karcagon. Hogyan értékeli a tavalyi év bűnügyi helyzetét? Hát a bűnügyi helyzetet értékelve elmondható, hogy a korábbi illetékességi területet figyelembe véve 6%-kal csökkent a bűncselekmények száma. A nyomozati eredményességünk pedig tovább javult, a 2014-es évhez képest is több mint 2%-kal sikerült javítani a nyomozati eredményességét a rendőrkapitányságnak. Beszéljünk a bűncselekményekről, milyen bűncselekményeket lehetne kiemelni, melyek az úgynevezett kiemelt bűncselekménytípusok? Három fő kategória van, amit kiemelten értékelnek az értékeléseink során is. Vannak az úgynevezett kiemelten kezelt bűncselekmények, amelyhez 14 bűncselekmény típus tartozik. Ezek azok a bűncselekmények, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét a leginkább sértik. Gondolok itt az emberölésre, a rablásra, a lopásra, a betöréses lopásra, a személygépkocsi lopásra, garázdaságra, a járműönkényes elvételére, zsarolás, kifosztás, és nem sorolnám végig mind a 14-et. Aztán vannak a úgynevezett közterületen elkövetett bűncselekmények, amelyek szintén jelentősen befolyásolják a lakosság szubjektív biztonságérzetét, elég egy-egy ilyen cselekmény megjelenése, ami negatív fényben tüntetheti föl az ott lakók szemében a rendészeti feladatot ellátó szervek munkáját. Tehát ez a kör az, amit kiemelten kezelünk és kiemelten értékelünk. Milyen bűncselekményszámokról beszélhetünk? Hát a különböző típusú bűncselekményekben nyilván különböző bűncselekmény számok vannak, én számadatokat nem mondhatok, tendenciákat tudok mondani. Ha a kiemelten kezelt bűncselekményeket kell értékelnem, akkor azt tudom elmondani, hogy emberölés bűncselekmény 2015 évben nem történt az illetékességi területünkön. Emberölés kísérlete bűncselekmény egy esetben jutott a tudomásunkra, amelynek elkövetőjét 20 percen belül fogták el a bejelentést követően a kollégáim. A rablások száma az jelentősen csökkent, az illetékességi terület növekedése ellenére is. A garázdaságok számában szintén jelentős csökkenés következett be. A lopások, betöréses lopások száma gyakorlatilag nem változott a 2014-es évhez képest. Míg a személygépkocsi lopások száma szintén változatlan volt, egy ilyen jogsértés jutott a tudomásunkra, amelynek az elkövetőjét 2 órán belül elfogták a kollégáim. Szinte minden kategóriában javult a nyomozati eredményesség a korábbi évekhez képest, a lopások és a betöréses lopások tekintetében egy stagnálás volt megfigyelhető, viszont a 2014-es évben az elmúlt 10 év legmagasabb nyomozati eredményességét produkálta ezekben a kategóriákban a rendőrkapitányság, és ezt már túlszárnyalni nagyon nehéz volt, lett volna. Bűncselekményekkel ugye általában károk is együtt járnak. Hogyan alakult az elmúlt évekhez viszonyítva a bűncselekménnyel okozott károk száma, nagyságrendje? A bűncselekménnyel okozott kár a megtérült kár, és ennek a kettőnek az aránya az úgynevezett kárbiztosítási mutató, amit figyelembe veszünk. A bűncselekménnyel okozott kár 2015 évben 50%-kal csökkent 2014-hez képest, és ha ehhez hozzáveszem, hogy 6 új település illetékességi területén elkövetett bűncselekmény szám is már július 1-től a rendőrkapitányság statisztikai adataiban jelentkezett, akkor ez a csökkenés még nagyobb mértékű. Ha a 2011-es adatokhoz viszonyítom egy picit, akkor elmondhatom, hogy 75%-kal csökkent a bűncselekménnyel okozott kár. A megtérült kár aránya pedig az egyik legmagasabb az elmúlt 10 évben, tehát amennyi megtérült, amit a rendőrség le tudott foglalni, vissza tudott szolgáltatni.
vissza tudott tartani, és a sértett részére vissza tudott adni. Kapitány úr mindig elmondja, hogy a lakosság biztonságérzetét növeli a rendőri jelenlét az utcákon. Ezzel kapcsolatban a tavalyi év tekintetében mit tud nekünk elmondani, mekkora volt a rendőri jelenlét? A 19/24-es program egész évben folytatódott. Ebben a programban a kollégáim pénzben megváltható túlóra ellenében láttak el plusz közteleti szolgálatot. Természetesen tudni kell, hogy az illegális migráció az nagyon tehát érintette a rendőrkapitányság állományát is. Ezeket az elvonásokat tudtuk kompenzálni, hiszen habár itt a mi területünkön a illegális migránsok szerencsére nem jelentek meg, ilyen jellegű jogsértést nem tapasztaltunk és nem derítettünk föl, viszont a ideiglenes csapatszolgálati századunk folyamatosan vezénylésre került Csongrád megyébe a határszakasz megerősítésére. A közterületi jelenlét, ami a közterületi óraszámban mutatkozik meg, illetve a közterületre vezényelt fők létszámában, az egy nagyon minimális 1-2%-os csökkenést mutat a 2014 évi adatokhoz képest, tehát hogyha ezeket az elvezényléseket is figyelembe veszem, akkor a kollégáim bátran és nagyon jól helytáltak. Ugye elmondta azt, hogy július 1-ével újabb települések kerültek a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területéhez. Ugye gyakorlatilag ezzel egy időben indult el a turisztikai idény is. A tavalyi nyári szezonnal kapcsolatban milyen feladataik voltak meghatározva, illetve ezeket hogyan teljesítették? A turisztikai idényben meghatározott feladatokat úgy gondolom, hogy jó szinten teljesített az állomány. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy a korábbi évekhez képest jóval kevesebb megerősítő erőt sikerült kapnunk, és azért egy Tiszató került a fennhatóság alá a rendőrkapitányságnak, hiszen Abátszalók, Tiszabura, Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora és Tiszarof az a 6 település, amely július 1-től az illetékesség területünkhöz tartozik, akkor tényleg egy tisztes helytállásról és egy nagyon jó színvonalon végzett szakmai munkáról tudok beszámolni. Úgy gondolom, hogy az illetékességi területünk közterületei, szórakozóhelyi bűnügyileg nem fertőzöttek, természetesen kisebb-nagyobb jogsértések jelen vannak. Ennek kapcsán folyamatosan szerveztünk fokozott ellenőrzéseket és razziákat, és azt tudom elmondani, hogy a turisztikai idényben kevesebb jogsértést regisztráltunk, mint az egy évvel korábbi adatok, amit mutatnak. Ugye az előbb említette, hogy tavaly gyakorlatilag 19/24-es program keretében túlórában voltak rendőrök az utcákon még többet, és ez ugye lezárul évvégével. Az idén folytatódik ez a program, vagy valami hasonlóban vesznek-e részt? Jelenleg a 19/24-es program nem folytatódik, viszont a hármas szintű illegális migrációs feladatokat hajtja végre az állomány, amelynek kapcsán szintén pénzben megváltható túlóra áll rendelkezésére a rendőrkapitányság állományának, és a fokozott közteti jelenlétet a korábbihoz megszokott szinten ugyanúgy biztosítjuk. Felderítések tekintetében miről tud nekünk beszámolni? Felderítések tekintetében azt tudom elmondani, hogy a korábbi évekhez képest is tovább javult a rendőrkapitányság teljesítménye. Külön most már tudtunk olyan munkatársakat foglalkoztatni a rendőrkapitányságon belül, akik kifejezetten ezen a területen dolgoznak. Mindez nagyon jól jelentkezett a nyomozati eredményesség javulásában is. Ugye többször felhívják a figyelmet arra, hogy ellenőrzik a közutakon közlekedőket, megnézik, hogy ittas állapotban vezetnek-e, itt Karcagon is többször lehet látni hétvégén is, hogy megállítják az autókat. Mit tud elmondani ezekről az ellenőrzésekről, bírságolások tekintetében, illetve mondjuk az alkoholszondák tekintetében, hogyha így ketté vehetjük a kérdést? A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét kell értékelnem, akkor azt tudom elmondani, hogy a kollégáim sokkal aktívabban, hatékonyabban dolgoztak. Mind az elfogások, mind az előállítások, a biztonsági intézkedések és az elővezetések száma is jelentősen nőtt. Nőtt a büntető feljelentések és a szabálysértési feljelentések száma is. Jelentősen csökkent viszont a helyszíni bírságolások száma közel 25%-kal, és a bírságolt személyek számában is jelentős 15%-os
tehát a kiszabott bírságok összegében elnézést abban is jelentős, mint egy 15%-os csökkenés következett be. A differenciált rendőri intézkedést preferáltuk egész évben, a segítő, támogató jellegű rendészeti tevékenységet, ahol lehet a rendőr, az hívja fel a figyelmet, inkább figyelmeztetést alkalmazzon, és kerülje a szankciót. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy az alkoholszondákat is egyre többet alkalmazzák a kollégáim. 112%-kal nőtt a pozitív szondák száma, ami annak köszönhető, hogy közel megdupláztuk a korábbi évhez képest az alkoholszondás ellenőrzések számát. Ennek folytatása az idei évben még fokozottabban várható, hiszen intézkedési tervet adunk ki a napokban az ittas járművezetők, illetve a bódult állapotban közlekedő személyek kiszűrése a balesetek csökkentése érdekében. A karcagi rendőrkapitányság is minden évben részt vesz a különböző városi nagyobb, illetve kisebb volumenű rendezvények biztosításában is. Hogyan telt a tavalyi évük? A gyülekezési törvény hatály alá tartozó rendezvényt szerencsére nem kellett biztosítanunk. A településeken megtartott egyéb rendezvények biztosítását úgy gondolom, hogy szakszerűen és nagyon jó színvonalon hajtottuk végre. Minden esetben támaszkodtunk az önkormányzatok, a társszervek segítségére. Ők is kikérték a véleményeinket, és ennek köszönhetően minden különösebb rendbontás nélkül zajlottak le az olyan nagy volumenű rendezvények is, mint a Birkafőző Fesztivál, vagy a Nagykunsági Kulturális Napok, vagy a Tiszatónál tartott rendezvényeink. Hogyan értékeli a közbiztonsági helyzetet? A közbiztonsági helyzetet értékelve azt tudom elmondani, hogy tovább, a mi meglátásunk szerint tovább javult településeink közbiztonsága. Ezt azért merem kijelenteni, hiszen a társszervekkel, önkormányzatokkal folyamatos kapcsolatot tartottunk. Folyamatosan kikértük a véleményüket, a civil szervezetekkel, az állampolgárokkal folyamatos párbeszédet folytattunk az elmúlt évben, amit 2016-ban is folytatni fogunk. Ugye folytatnak egy bűnmegelőzési programot is, erről mit tudhatunk? 2015-ben lezárult az áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében című program. December 1-én a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési képzések korhatár nélkül című projektet indított, ennek aktív részese a karcagi rendőrkapitányság is. Ebbe bevonásra került a Szolnoki Főiskola, a Szolnoki Rendőrkapitányság és egyéb szervek is részt vesznek a programban a megyei rendőrfőkapitányság koordinálásával. Mit jelent az, hogy korhatár nélkül idősek is részt vesznek ebben a programban? Legfőképp a két veszélyeztetett korosztályt, az idősek és a gyermekkorúak, de ez leginkább az idősekre vonatkozik, őket céloztuk meg a programban az áldozattá válás elkerülése érdekében. Ha már az áldozattá válásról beszélünk, az egyik talán legmegfoghatatlanabb a családon belüli erőszak, hiszen erre vagy fény derül, vagy nem derül fény. E tekintetben miről tud nekünk beszámolni a kapitányság illetékességi területén? Jutott-e tudomásuk, szereztek-e tudomást ilyen esetekről, illetve számadatokról, miről tudna nekünk beszámolni? A családon belüli erőszakban ugye nagy látenciával kell számolni. Mindenképpen kiemelt célunk volt a családon belüli erőszak számának csökkentése azokkal a lehetőségekkel, ami természetesen a rendőrség rendelkezésére áll. Azt tudom elmondani, hogy közel 20%-os csökkenés következett be a tudomásunkra jutott családon belüli erőszakok számában. Ideiglenesen megelőző távoltartást ennyivel kevesebb esetben hajtottak végre a kollégáim, mint 2014-ben, és ha ehhez hozzáveszem, hogy július 1-től 6 új településen keletkezett családon belül erőszakot is mi regisztráltunk, akkor ez azért jóval nagyobb szám, amit kiemelkedő eredménynek gondolok, és ennek a további folytatása 2016-ban is, további csökkentése és fő célkitűzés. A rendőrség egyik fontos feladata az, hogy kapcsolatot tartson, kapcsolatot ápoljon iskolákkal, különböző programok is futnak. Hogyan működik mindez itt az illetékességi területükön? Az iskola kezdéssel együtt az iskolák előtti közteti jelenlétet megszerveztük. A balesetek megelőzése érdekében, illetve az egyéb jogsértő cselekmények megelőzése érdekében,
24 iskolába 24 iskolarendőrrel folytatjuk az iskolarendőre programot. Ezen kívül az iskolák igényeinek megfelelően az iskolai bűnmegelőzési tanácsadónk az illetékességi területünk összes településén folyamatosan járja az iskolákat, és baleset megelőzési, bűnmegelőzési és kábítószer drogprevenciós előadásokat tart. Gondolom a szülőkkel is tartják a kapcsolatot. Továbbra is folyik az a programunk, amit országos rendőrfőkapitány úr indított, a szülők a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnmegelőzés tekintetében. Ezen program úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikert aratott. Az iskolában járó gyermekek szülei részére is tartunk prevenciós előadásokat. Ha néhány mondatban kellene értékelni a tavalyi évet, ugye elhozta nekünk a beszámolóját, jó sok oldal, jó sok adat, hogyan tudná összefoglalni az elvégzett munkát, hogyan összegezni? Összegzésként azt mondhatom el, hogy a karcagi rendőrkapitányság személyállománya a részére meghatározott feladatokat és célkitűzéseket igen jó, tehát jó színvonalon hajtotta végre. Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, a nyomozati eredményességet tovább sikerült javítanunk. A közlekedésbiztonsági helyzet, amiről nem szóltunk, tovább javult, 7%-kal csökkent a személysérüléses balesetek száma, és 14%-kal csökkent a balesetben sérült személyek száma. És én remélem, hogy a 2016-os évet ugyanebben a szellemben is a következő évben még jobb beszámolóval tudom majd prezentálni. Ha már a 2016-os esztendőről beszélünk, mik a legfőbb célkitűzések? Mit határoztak meg? Hát mint minden évben ugye a fő célkitűzéseink azok elég hosszúak, de a legfontosabbakból egy párat kiemelnék. Az illegális migráció az továbbra is nagy terhet fog róni az országra, így a magyar rendőrségre, és ezen belül a karcagi rendőrkapitányság állományára is. Ennek végrehajtása kiemelt feladat. Az állampolgárok szubjektív közbiztonsági érzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépést szintén kiemelt célként fogalmaztuk meg. Úgy gondoljuk, hogy a gépjármű bűnözés, a lakásbetörés, a betöréses lopások elkövetői ellen továbbra is hatékonyan kell tudnunk fellépni, tovább kell fokoznunk a bűnüldözés során elért eredményeket, a felderítési eredményességet pedig tovább kell javítanunk. A közlekedés rendészet területén mindenképpen tovább próbáljuk csökkenteni a személysérüléses, illetve anyagi kárral járó közlekedési balesetek számát. Ennek érdekében a sebességmérő berendezésünket a baleseti legfrekventált helyen folyamatosan üzemeltetjük. Nagy hangsúlyt fektetünk a kanyarodás, az elsőbségadás szabályainak a betartására. A VÉDA rendszer bevezetése az egész országot érinti, ami természetesen nálunk is fog jelentkezni. A terror fenyegetettséget emelném még ki, hiszen a Franciaországban az elmúlt év novemberében bekövetkezett terrortámadások kapcsán a magyar rendőrség, illetve a karcagi rendőrkapitányságra is rótt feladatokat ezek megelőzése. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk továbbra is a különösen veszélyeztetett korosztályok, a gyermek és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Úgy gondolom, hogy tovább kell javítanunk az együttműködő partnerekben kialakult képet, hiszen a rendőrség önmaga a közrend közbiztonság érzetében csak egy szeletet tudja megvalósítani, ehhez mindenképpen kellenek a társszervek, a segítők, az önkormányzatok, civil szervezetek, akik a napi munkánkat tudják segíteni. A polgárőrségről nem szóltunk, és ugye el kell mondani, hogy a polgárőrség 2015-ben is jelentős segítséget nyújtott a közrendvédelmi, közbiztonsági, bűnmegelőzési feladataink ellátásában. 11 polgárőrség működik illetékességi területünkön. A velük való kapcsolattartás az továbbra is kiemelt szempont, és úgy gondolom, hogy a feladatok minél jobb megvalósítása érdekében elengedhetetlen a rendőrkapitányság és a járási hivatalok, az önkormányzatok, civil szervezetek, társszervek, állampolgárokkal történő konstruktív együttműködés, hiszen csak velük együtt tudjuk a közbiztonságot tovább javítani. És még egy dolog, ami csak a kollégáimat érinti, ugye sokat hallhattunk a korrupcióról az elmúlt évben. Országos rendőrfőkapitány úr a rendőri korrupció ellen harcot hirdetett, és ennek érdekében nyilván mi is mindent megteszünk, hogy senki ne tévedhessen az állományból a bűn útjára.
Kapitány úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és kívánjuk, hogy maradéktalanul tudják teljesíteni a 2016-ra kitűzött céljaikat. Természetesen mi pedig visszavárjuk Önt majd hamarosan egy következő interjúra, amiben majd az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről fog nekünk, illetve a kedves televízió nézőknek beszámolni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és jó munkát kívánunk. Én is köszönöm a meghívást, és minden kedves néző, minden itt lakó részére bűncselekményektől és balesetektől mentes szép évet kívánok. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.